én itt és most nem szeretnék méltányosságot kérni, nem szeretnék empátiát kérni, és nem nagy szavakat akarok használni, még kegyelmet sem. Egyszerűen azt szeretném, hogyha értékelnék a helyzetet, és egy korrekt, tisztességes jogszolgáltatásban lenne részem. Nem tudunk az időmúláson túl olyan körülményt felmutatni, amely miatt itt lehetőség nyílna arra, hogy ezt a büntetést végrehajtásába próbaidőre a tisztelt tanács felfüggesszen. Mint ahogy arra a másodfokú tanács is utalt, de egyébként teljesen egyértelmű a bírói gyakorlatból, aki közhivatalt visel, és akinek alkalmazási feltétele a büntetlen előélet, ennél a körülménynél külön nem lehet hivatkozni a harmadfokú eljárásba sem. Egy dolgot lehet mondani, hogy korábban a törvénnyel összeütközésbe került, vagy sem. Az egész második vitét egy küszködés abban az irányban, hogy megfeleljek az ügyészi felelősségnek. Egy valamiféle megfelelési kényszerbe szenved a második bíróság. Közvetett kérésem, utasításom, parancsom nélkül jártak el azok a kollégák, akik ezeket az előterjesztéseket megfogalmazták és oda tették. Tisztelt ítélőtábla! Nekem senki nem mondta még meg, hogy miért is jártam el törvénytelenül akkor, amikor aláírtam azt, hogy ő szolgálati lakást kapjon.